A budavári első kerületi előjáróság épületéből közelíthetők meg legjobban a Várhegyet 10 méter mélységben behálózó pincebarlangok. A barlangok raktárakul szolgáltak és védelmet nyújtottak ellenséges támadások esetén. Már lehetett sejteni, hogy Budapestet előbb-utóbb bombázni fogják vagy az angol száz, vagy a szovjet légierő, vagy mindkettő együtt. Elkészült a fővárosi sebészeti szükségkórház. Korszerű műtője és kórtermei várják a légitámadások orvosi segítséget kereső sérültjeit. A budai várban a harcok szörnyűségesek voltak. Bombázás, bombázás a házakon, végig mindenhol. Három nagy kórterem látta el a sebesülteket. Most benne az orvosok, élükön Szejbriger doktorral, aki sebész volt, étnappal téve tették, amit tehettek. Édesanyám kezéből ő vette ki a meghalt kis testvéremet. Édesanyám sokszor emlegette később is, hogy amit Bandi nekem akkor lelki erőt adott, valami fantasztikus személyiség volt. Felszabadultunk legalább a bombázásoktól, de szörnyű helyzet következett. A harc megkezdődik az ÁVÓ ellen. A békés tüntetés fegyveres felvésé válik. 56-ban ismét igénybe vették a kórházat, úgymond forradalmi kórházként üzemelt. Oda tudtak szállítani sebesülteket, és Szejbriger doktor is ismét segített ott a kórházban. Testvérek, hazafiak, katonák, ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Sokan menekültek, ismerősök elmentek külföldre, féltek itt a megtorlásoktól, és mi is elindultunk. De az első saroknál apám megállt, letette a bőröndöt, és azt mondta, hogy én itt maradok, engem vár a kórház. Olyan személyiség volt, hogy aki csak ránézett, az szinte meggyógyult. Ő tulajdonképpen egy ilyen védő angyalként működött itt a vári lakosság fölött. Mindig ez az emlékem róla, hogy mennyien szerették.